Uram, nem azt kérem, hogy legyen könnyű napom, hanem azt, hogy adj erőt a nehézségek leküzdéséhez. Jó reggelt, szombat reggel, illetve hajnal van. Minden nap ezen a napon is kardiozni indulunk a párommal. Szerencsére közel lakunk a teremhez, úgyhogy ez nem fog problémát okozni. Az indításhoz beízítunk egy kis cuccost is, hogy azért a zsírégetés minél sikeresebb legyen. Nekem nagy kedvencem a Revex, amit mindig veszünk, én most hármat, mert kicsit fáradtabb vagyok, a koffein tartalma viszont fel is húz egy kicsit, úgyhogy jó lesz. Meg a Carnix természetesen. Ez a kettőben. Illetve van itt ez a kis folyékony Carnix. Vaj, de jósan. Király! Számotokra. Ti ott, tegyétek a talpatokat a padlóra, ne hallgassatok a kételyre, ne hallgassatok azokra a szavakra, amely azt mondja, szundítsunk még 10 percet, maradjunk az ágyban, hajnalban, és kit érdekel, küldetésetek van, várlak benneteket. Az aerob edzésnek újra itthon, megtisztulva, letusolva és a jutalomfalat, ami minden reggel bearanyozza a napomat, 120-140 g zappehely, 10 tojásfehérje és 60 g whey protein. Jó étvágyat nektek is, szép napot mindenkinek! Military press amúgy. A lényeg a mozdulatnak az, hogy csinálunk egy olyan indító mozdulatot, mint egy állíthúzás, föltesszük mellkasra, egy nyomás, visszamellkas és visszabuktatjuk. Ebben az a csodás ebben a gyakorlatban, hogy abszolút nem igényel nagy súlyokat. Totál izomérzetre játszunk, körülbelül a válszélesség vagy egy kicsit szélesebb lesz a fogás, tehát fel, toll, vissza, buktat. Gyere, könnyék, fel, fölnyomod vissza, nem ki a mellkas, úgy, vissza merre, buktatod fel a könyökedet. Hát ez egy ki, átugrottad az alaplépést, de semmi baj, szokatlan egy picit. Figyelj, együtt jó, fel, felteszed ide, nyomod, visszateszed, és buktatod, ne ide, ide, jó? Jó, most akkor ez dinamikusan, mert ez nagyon szép volt már. Buktat, figyelj, föl, nyom, vissza, buktat. Nekem ez egy picit csúnya gyakorlatom, mert a vállizület merevsége miatt
nem tudom szép párhuzamosra zárni a könyveimet. Ez volt egy. Aztán egy, kettő, három, és itt már gyújtanak, ez már finom. Ez rendesen fáj egyébként. Szentik felé, hogy biztosan bezárulják. Jó. A kar iszonyatos vérbőséget kapott egyetlen húzástól. Oké, párhuzamos kéz. Felfele néző tenyerekre indulunk. Jó lesz. Az elején még egy kis kellemes. Fullig. És nem engeded ki. Feszítsd. Most jó. És most ugyanilyen lassan leteszed szépen. Általában mondjuk nem első gyakorlat, mondjuk ha van egy állva biceps gyakorlat, amit már lerongyoltatok, akkor ráugratok egy ilyenre, ott ütni fog a szer. Aránylag dinamikus három, mehet, indulunk, és meg most egy, fönt legyen egy feszítés, most, jó, és ha lent van, onnan indul a milliméterenként húzás. Lassan. Szeresd ezt a fájdalmat, kell. Szép. Kezd már fájni. Akkor indulhatsz a gumiarc fesztiválon, semmi az arcán. Full pókerba húzza, majd ide pottyantottam. Még egy kicsit. Vagyunk még. Feszít. Jó, lassan megy. Iszonyatosan beáll az izomzat. Ezt a típusú technikát 30 fokos nyomás, általában olyankor swingbe, tehát a segítővel, vízszintes fokos nyomásoknál halál. Ez a második ciklusunk, ugye? Jöhet a három, indíts meg, ne nyújts ki, menjen. Egy, kettő, három, nagyon szép, jön az utcsó. Húzd. Jöjjön. Húzod. Szép. Még mindig kell egy kicsit. Jó, és lassan. Ellenállsz nekem. Ne hagyd, hogy elvegyem ez a tiéd, gyerünk. Állj ellen. Finoman engedgeted. Milliméterenként. Gyönyörű, szép! Engedj nekem egy kicsit. Jó, engedd. És három. Egy. Kettő. És lassú. És megvan. Nagyon szép. Szóval ezt érdemes kipróbálni a edzéskor. Ezt is egy négy kört mondjuk belőhetünk ebből. Ilyen az izomtól. Jó? Jó, hát akkor még van egy-két köröd belőle. Jó, egészség. Ugye fel, és csak eddig vissza, tehát nem engedjük be, hogy meg tudjuk lendíteni, hanem innen. Mászik a padon. Jó. Laci, ezt te is szükszed. Ez viszont gusztustalan.
Itt a Ricsi valahol még majd feladta volna. Gyere Ricsi, van egy vágyakorlatom neked. Gyere Ricsi. Oké, na akkor csak majd a Superman. Jó, eddig engedjél be. Kicsit zárjunk meg. Oké, most. Szép. 5, nem kapkodunk, ne legyél rajta túl. Szeresd ezt a két, gyerünk. 5, 6, 7, 8, 9, Fincsi. Szabod neki a hátest. Szép volt, Fincsi. Fú, hát Fincsi, gyerünk. Na ez az. Ez. Leresztem, így. Fegy fel. Gyerünk, nehogy letett 10 alatt, ez volt a 4. 5. Gyerünk. 6. Remek csináló. 8. 9. Tart meg. Szép. Ugye küzdünk ilyenkor a gravitáció ellen, megpróbáljuk egy kicsit meg is állítani esetleg a kettőponton. Ami alapvető hiba szokott még lenni az, hogy csukja. Azért mindenkinek hiba erős a csukjája, de a válla nem annyira kerekedik. Szóval ez lenne a mozdulat. Mutatom azt is, hogy hogyan lehet javítani. Egy kicsit ilyen firifuri. Váltok, leszedítek a strasszárnyakat, a súzod, és már is helyesen húzza ezt, ha itt kiveszed. Ebből emelünk, és ebből legyél két kicsebb, kisebb sok. Egész könnyű, mert ezt csak mutatod. Párba van főnök? Király vagy azért. Mind a részkel jár egyszerűen. Tárgáz, na mindegy, mehetünk. Ezt így lazítsd. Ne kapkodj, legyen meg az az izomérzet, jó? Az idegizom kapcsolat kialakítása nagyon-nagyon fontos, mert ugye úgy tudjátok izolálni az izomzatot, nem fél munkát végzünk, megfeszítjük, kinyújtjuk, stb. Jó, ez nem rossz, kicsit instabil, de ez bőven elmegy. Ez egy nagyon fontos. Ennyi, megnyomjuk így fel, előre a testet, felső testet, és csak ide. Ezt nem is tudod magasabbra húzni ebből a pozícióból. Ez totál a középső, tehát az oldalsó pár rész. Valamire be tud égni, ez is. Valaki ezt? Benyalja? Ugye, de jó? We'll be right back.
tudni megcsinálni, de erre kell törekedni, jó? Hogyha kifele fordul a sarok, akkor ahogy látod, én is ilyen X lábbal nyomtam, kicsit hajlítjuk a térdet, és akkor hajrá, lássuk, hogy mit mutat a fáma. Én egy másodpercet tartjuk, jó? Lent is, lent is. Bármilyen hát 15 alatt meg sárja. Hol vagyunk? 7, 8? Menjen az a vár, gyerünk! Az a kérdés, hogy eldöntötted-e, hogy megcsinálod, gyerünk! Ez az! Még bőven van benne, tele ismétléseket veretünk, gyerünk! Most van 10! 1, mehet a pumpa, adj neki egy kis tempót, gyerünk! 4, gyere! 5, 6, 7, 8, 9, 10! Ez a titok? Hálás vagyok! Jó, ez volt a bemelegítés. Érted? Amikor lapok és halál. Amit föl tudsz állni, nem jó. Nem jó, tényleg. Jó, tehát ezt nagyon meg kell élvezni. Az erőszakon is ilyenkor akkor egy kicsit ide fellépsz. Rász egy picit. Nyújtod egy picit. Vársz egy 30-40 másodperc. Halál. Szada! Túl vagyunk egy nagyon komoly kis válledzésen. Annyira fincsi idő van, nem is nagyon esik a hó, de mi nyomjuk rendületlenül. Itt voltunk a Vitfi Sportcentrumba, és itt ez egy kondi fitness tere, ahol bent vannak a gyúrósok és csapatják. Szevasztok! Redrák! Hóesésben éjjel! Yeah!